az Úristen letekintett a földre. Annak idején megfelelő vívótudás nélkül nemigen lehetett senki katona. A kardforgatás tudománya a Magyar Honvédség születésekor a honvéd alapképességének számított. E hagyományt elevenítették fel Székesfehérváron a márciusi ifjak elnevezésű rendezvényen, ahol az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korának fegyvereivel. A rendezvény megnyitóján Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes elmondta, 170 évvel ezelőtt nem csak a magyar honvédség született meg, hanem a hungarikumnak számító honvéd szó is. Az államtitkár megköszönte a katonáknak, hogy ma is védik országunk határait. 170 éves a magyar honvédség, az a magyar honvédség, amely ma is védi a magyar hazát, a magyar országot és a magyar emberek biztonságát, és érezhetjük és tudhatjuk magunkat biztonságban. A biztonság, ami körülvesz minket, az egy láthatatlan eredményünk, de nagyon-nagyon fontos. Azt gondolom, talán a legfontosabb. A rendezvényen a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendett az ólomkatonaöntés, de természetesen a régi fegyvereket is sokat kezükbe vették. Nekünk itt a puskák tetszettek. Igen, nagyon. Jó, csak kezdtük el ilyen fegyverekért. Az idősebb generáció tagjai is elvegyültek a fiatalos márciusi forgatagban. Többen például a szabják fajtáiról is beszélgettek a hagyományőrző katonákkal. Nekem nagyon tetszik, általában elmegyünk, tehát sorba veszik, a diákokére is elmegyünk, mindenféle rendezvényre. Holnap is jövünk be a városba, úgyhogy nagyon, ez meg hát ugye egy hagyományőrző rendezvény.